Szendi Lajos fotóművész 15 évesen vett először kézbe fényképezőgépet. Akkor még nem is gondolta volna, hogy a szovjetek által gyártott kis készülék segíti ahhoz, hogy a fényképezés szerelmese legyen. Az elmúlt évtizedekben rengeteget fotózott, így nagyon nehéz volt kiválogatnia azokat a képeket a tárlatra, amelyeket a nagy közönséggel is szeretne megismertetni. Először 1000 képből indultunk, aztán a lányomnak gyorsan levettük 500 körülre, aztán még lefeleztük, és aztán így a leges, legkedvencebb, meg amiket legértékesebbnek tartottam, az került most falra, ez körülbelül 101 kép. A fotóművész számára a fényképezés nem más, mint a történések, jelenségek, végeláthatatlan állandó figyelése, a részletek észlelése, valamint a mondani való felfedezése. Ő egy nagyon különleges ember, és egy nagyon tehetséges fotós, aki egészen más szemmel látja azokat az apró pillanatokat, amit a fotóin megörökít, úgyhogy ő egy nagyon, nagyon szép kis kiállítási anyagot hozott ide az Agria Parkba, mindenkinek ajánlom megtekintésre. A tárlat képei mellett látható szívecskék azt mutatják, hogy a megnyitón résztvevő személyek közül kinek melyik fotó tetszett a legjobban.